Sziasztok, kedves barátaim! Közeledik a Várudhini Ekádasi. Április 11-én Várudhini Ekádasi lesz. Nincsen különleges történet ezzel kapcsolatosan, de egy pár áldást, amit olvasható a Bhavishyottara Puránában, erről egy pár szót mondom. Lehet, nem tudom, ti halljátok-e itt halacskákat a vízbe, komolyan zajt csinálnak, aktívak, lelkesek. Miért ne ilyen szép időjárásban? Vannak még papagájok most. Nincsenek, elrepültek, de szoktak itt énekelni, ide szoktak berepülni a papagájuk. Akkor visszatérünk Várudhini Ekádasi, ami április 11-én lesz. Yudhisthira király kérdezi Krisnától, Bhavishyottara Puránában, kérlek, uram, meséld el nekem, milyen áldásokat érdemel az az ember, aki betartja a Várudhini Ekádasit, és az Úr Krisna válaszol. Azt mondja, bizonyára az a személy, aki tartja bőtöt ezen a napon, megszabadul minden bűntől. Hogyha ő boldogtalan, akkor boldogságot, és szerencsét és sikert fog elérni. Az a feleség, aki boldogtalan, boldogá válik. Utána érdekes dolgokat meséli. Azt mondja, hogyha az apja azért férjhez adja a lányát, hogy meggazdagoljon rajta, akkor következő életbe macska testbe fog születni. Aztán ott vannak más hatások is. De az az apja, aki ezen a napon szépen feldíszíti a lányát, amennyire ő képes pénzügyileg mondjuk, és egy méltó fiatal emberhez feleségül ad, akkor nagyon boldog és nagyon jó jábor karmát fog eredményezni magának. Utána meséli Krisna, hogy milyen féle bőtöt érdemes tartani, hogy sok javát és eredményeket ember megkapjon, és megszabaduljon a sok bűntől és a karmától. Na most veletek szembe lesz a nap, nem tudom, hogy mit lehet tapasztalni és látni. Másik irányba, hogy sétáljunk a szép kis parton. Krisna magyarázza, hogy már az előző napon fontos embernek tartózkodni az alkohol, a húsevéstől, a káromkodástól és a nemi élettől. Maga Ekádasi napján ugyanúgy tartózkodni a húsevéstől, az alkoholivástól, a nemi élettől és a gabona evéstől. Ezen a napon nem jó káromkodni, nem jó dühös lenni, hanem több időt lelki gyakorlatokra szánni. A következő napon, a Dvadásin, amelyek Ekádasi után jön, továbbra se jó enni a húst, és tartózkodni kell a nem élettől. Gabonát már lehet enni, majd mindjárt megmondom, hogy hány órától, mikor van a megtörés. Ugyanakkor Dvadasi napon nem jól tornázni vagy jógázni, akkor ki kell inkább pihenni, és megint lelki meditációval foglalkozni. Ennyi, rövid, ez a gyakorlat, és milyen áldásokat kapunk, az az ember, aki követi ezt az Ekádasit, minden bűntől, karmától, boldogtalanságtól, szerencsétlenségtől meg fog szabadulni. Sőt, hogy azért csinálja, hogy az Úr Isten legyen vele elégedett, akkor lelkileg fejlődik. A megtörés április 12-én lesz, és ott most nem lesz egy ilyen időszakasz, amelyikbe meg kell törni, hanem csak annyi, hogy 10 óra 58 perctől meg lehet törni a bőtöt, és utána bármikor lehet rendesen, egészségesen táplálkozni. Köszönöm szépen! Megint nyugodtan írjátok, aki első bőtöst most fog tartani, aki az elsőt megtartotta múltkor, akkor egy kis beszámolót kérem szépen a kommentben, mit tapasztalta, hogyan bírta. Lájkoljátok a videót, ugyanakkor iratkozzatok fel a csatornára. Múltkor tartottam egy előadást az Ekádasiről, egy jó hosszú, egy ilyen egy órásat, ahol mesélek, hogy pont miért kell Ekádasi, miért bőtölni kell, és miért pont
az ekádási napján, asztrológiai szempontból, ehhez a videó leírásához bemásolom a linket, arról az előadásról meg lehet nézni. Köszönöm szépen még egyszer is. Lájkoljatok a videót, és majd találkozunk. Hare Krishna!